Továbbra is a hőségé lesz a főszerep a következő időszakban. Holnaptól ugyan valamelyest csökken a hőmérséklet, de a nappali értékek még így is 30 fok körül alakulnak. A ma este sem hoz felfrissülést, az esti órákban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet, míg a hajnali órák sem lesznek hűvösek, ekkor 19-20 fokot mérhetünk. Pénteken csapadékra kell számítani, szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a maximum értékek napközben elérhetik a 35 fokot, a minimum pedig 17 fok lesz. Szombaton már kisüt a nap, a hőmérséklet kissé csökken, de csak pár fokot, bár a minimum értékek 20 fok körül alakulnak majd. Vasárnap és hétfőn 33 fokos maximumok és 17-19 fokos minimumokra lehet számítani. A hét első napján az erőteljes gomoly felhő képződés és fátyol felhők mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan valószínű zápor és zivatar. Az északnyugati északi szél helyenként megerősödik. A minimum hőmérséklet 11 és 20, a csúcsérték 27 és 33 fok között alakul. Kedden gomoly felhős napos időben lesz részünk. Általában száraz idő várható, legfeljebb egy-egy zápor alakul ki. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 11 és 20, délután 28 és 33 fok között valószínű. A régió más országaiban is többségében napsütésben gazdag, száraz idő várható. Magyarország északi részén lehet csapadék, viszont a déli-délkeleti részeken meleg, esőmentes napok lesznek. A legalacsonyabb hőmérséklet Szarajevóban mérhető majd 29 fok körül.